A rendezvényt vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna vármegyei elnöke nyitotta meg. Az esemény fő előadója dr. Nagy István agrárminiszter volt, aki a fordulat előtt Európa Agrárgazdasága címmel tartott egy rendkívül tanulságos beszédet. Részt vett továbbá, és köszöntőt mondott Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, és Pintér Szilárd Dombovár polgármestere. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat dr. Nagy István miniszter úr, agrárminiszter úr. Sok szeretettel köszöntjük itt Dombováron. Öröm az, hogy együtt lehetünk, és első kézből kaphatunk híreket az agráriumot érintő pályázatokról, illetve lehetőségről, egy bemutatva egy kicsit a közelebbi hónapoknak az eseményeit, teendőit. Elnök asszonynak is köszönöm, hogy megszervezte kollégáival ezt a találkozót. Természetesen Szilárdnak megköszönöm, hogy itt lehetünk a művelődési házban, és Dombováron szervezhetünk meg erre a választókerületre eső fórumot. A Dombovári Művelődési Házban arról szólt az este, hogy milyen megoldásokat tud kínálni a magyar kormány a magyar gazdáknak, és tájékoztatást kaptak az összesen 64 pályázati lehetőségről, illetve ütemezéséről. Most első körben azokat a pályázatokat írtuk ki. Február-március, amelyek az erdőtelepítésekkel, a több évre áthúzódó zöld kötelezettségvállalásokkal járnak együtt, most pedig a 200 milliárdos élelmiszeripari fejlesztési csomag jelenik meg. Ebbe is ketté osztva, mert mindig figyelni kell arra, hogy kisebb és nagyobb termelők vannak. A kis kézműves termelők számára egy 50 milliárdos csomag áll rendelkezésre, a nagy komplex beruházásokhoz pedig egy 150 milliárdos alap. Mindenki pályázhat a maga színvonalára. Az alma az almával versenyez, a körte a körtével. A magyar kormány a nyugati kormányokkal ellentétben 2023-ban érzékelve a nehézségeket, rekordösszegben támogatta magyar gazdákat. A legnagyobb mennyiségű kifizetést hajtotta végre az agrártámogatásokban. Rekordösszegű 1400 milliárd forintot meghaladó támogatás kifizetés történt. Döntés született arról, amely agrártörténeti jelentőségű, hogy az Európai Uniós forrásokat 80%-os nemzeti társfinanszírozással egészíti ki, ami a maximális, semmelyik más ország nem teszi ezt az Európai Unióban. Ez azt jelenti például, hogy megháromszorozódik a rendelkezésre álló forrás, hogy ami 2027-ig még rendelkezésre áll, 2900 milliárd forintunk van, ebből 600 milliárd az Európai Uniós és 2300 a hazai nemzeti költségvetésből tevődik össze. A szakmai fórum legfontosabb üzenete: elengedhetetlen a változásra való képesség, a minőségi termék előállítása, a réspiacok megtalálása és az integráció fontossága.